Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Váradi Nénaszályi Márta, a Párbeszéd fővárosi és első kerületi képviselője. Kezi Csokrom, szép jó reggelt kívánok. Ön az első kerületben lakik? Igen, az első kerületben lakom, és jó reggelt kívánok én is önnek is, meg a nézőknek is. Hogy sikerült könnyen tudott közlekedni most az első kerületből? Nekem az a szerencsém van, hogy én a Batthyány tér közelében lakom, úgyhogy felpattantam a metróra, és ide metróztam. Nekem ez így most könnyen ment. Természetesen, hogyha végig gyalog kellett volna jönnöm, vagy kerékpárral, vagy akár messzebbről autóval, akkor nehéz lett volna, mert latyakos a város. Én meg azt hittem, hogy ön a várba lakik, de ezek szerint a várban csak dolgozik. Még csak ezt sem mondhatnám, hogy a várba dolgoznék, hiszen az első kerületi képviselőknek a városházán, a kerületi városházán még egy széke sincsen a hétköznapokra nézve. Úgyhogy én akkor megyek föl a városházára, amikor ott testületülés van, bizottságülés van, vagy hogyha valamit egyeztetni akarok valamelyik irodával. Azt hogy érti, hogy nincs egy szék se? Hát, hogy nincsen irodánk, vagy nincs egy asztalunk, ahova rendszeresen odaülnénk, ahol ott tarthatnám mondjuk egy fiókba az irataimat, vagy a dolgaimat. És valahol máshol van a kerülettől? Például a fővárosi önkormányzatban ott kaptam irodát, a kerületben nincsen ilyen. Nincsen ilyen. Az a lehetőség adódott, hogy egy civil szervezet, a Zöldike Egyesület által bérelt helyiségben tarthatok fogadóórákat, illetve ott vezethetek olyan közéleti fórumokat, vagy találkozókat, amik segítik a munkámat és részei a munkámnak. Hogy ítéli meg az első kerület helyzetét napjainkban? Az első kerület az mindig is egyébként a figyelem középpontjában volt, de most valamiért ez a pillanatnyi vagy jelenlegi kormányzat úgy viselkedik, mint az egyszeri gyerek a terepasztalon, hogy kinéz magának, jópofának tűnő dolgokat, megtetszenek neki dolgok, és azokat ide-oda helyezgeti, meg elveszi magának. Azt gondolom, hogy az első kerület ebből a szempontból rossz helyzetben van, hiszen egyébként tényleg egy ékszerdoboz, tényleg gyönyörű épületek, gyönyörű panorámák, gyönyörű helyek vannak ott. Nem csoda, hogy valakiknek ez megtetszik, nem csoda, hogy valakik ott szeretnének lakni vagy dolgozni, de az, hogy attól, hogy ebben a helyzetben van, hogy megteheti, hogy elveszi magának, és azt gondolja, hogy ezáltal fel is van jogosítva rá, ez szerintem fölháborító, és most ezt az időt éljük, hogy emberek, akiknek lehetőségük van, jogot is éreznek rá. De ezek az emberek nem egyszerűen egy repülőgépről ejtőernyővel leugrottak, ezeket az embereket megválasztották, ezeknek az embereknek kétharmados többsége van, történelmi színhelyekre hivatkoznak, és ugyanakkor szerintem tök demokratikus dolog az, hogy a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom nem egy épületben van. Egyetértek. Én is azt gondolom, hogy a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat helyszínben is szét kell választani egymástól. Hát nézzük az meg. Az átkos időkben volt az, hogy a parlamentben volt a miniszterelnökség is, meg mindenki. Ebben teljesen egyetértünk, szét kell választani ezt a két helyet egymástól, viszont azért azt gondolom, hogy Budapest több százezer épülete közül nem biztos, hogy a Karmelita Kolostor az egyetlen hely, ahova a miniszterelnökséget lehetett tenni. Nekem az a fő problémám ezzel, hogy lehet hivatkozni történelmi hagyományokra, lehet hivatkozni számos fontosnak tűnő szempontra, de nem ez történik, hanem az történik, hogy valaki hozott egy döntést, pusztán annak alapján, hogy ő mit szeretne, neki pillanatnyilag mi esne jól, és ezt a döntést próbálják utólag mindenféle indokokkal, ezek részben egyébként álindokok megindokolni, ahelyett, hogy lett volna egy szakmai konszenzus, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy itt egy megoldandó feladat, helyet kell keresni a miniszterelnökségnek, helyet kell keresni a pénzügyminisztériumnak. Drága képviselő asszony, az első kerület az előbb azt mondta, hogy egy bomboniéra. Kormányokon áthidaló probléma volt, hogy a vár nem tudták rendbehozni. Tehát most végre legalább a Karmelita Kolostor, a látkép, utána a pénzügyminiszter, minden vissza fogja nyerni eredetit, szépségét, és végre rendbe lesz hozva. Én azt gondolom, hogy ez a nem tudták... 1960-ban hozták az épületeket használható állapotba utoljára. Igen, tehát ez, hogy nem tudták, azért ebben szerintem benne van, igen, nagy részben az is, hogy nem is olyan nagyon akarták.
Azt pedig látni kell, hogy az első kerületnek a jelenleg kormánypárti vezetése, akik ugye most már nagyon sok ciklus óta... Akit gondolom úgy szintén a választópolgárok megválasztottak. Igen. Önt is megválasztották, vagy csak úgy az óviba eldöntötte, hogy majd ekkortól én leszek a képviselő. Nem, természetesen engem is megválasztottak. Pontosan erre utaltam az előbb egyébként abban a mondatomban. Nagyon sok a politikusi online felületeimen, nagyon sok kormányközeli hozzászóló talál meg engem, ezeket a köznyelvben trolloknak hívjuk, akik állandóan arra hivatkoznak, hogy a Fidesznek kétharmada van, hogy a választók őket akarták, hogy fel vannak jogosítva. Pontosan erről beszéltem, hogy az a puszta tény, hogy valakinek a kezébe került a kamrakulcs, az nem jelenti azt, hogy neki joga van az összes lekvárt egyedül megenni. Az azt jelenti, ezért hogy ő egy felelősséget kapott. Ezért vannak fékek és ellensúlyok. Hol vannak a fékek és ellensúlyok? Hát egyet mondjon. Például. Igen, én igyekszem őrláng lenni ebben a helyzetben. Egyedül nem fogom tudni megfékezni ezt de ezért van ellenzék, ezért van ellenzék a parlamentben, ezért van mindenhol, vagy nagy koalíció van, vagy koalíció és biztonsági háló van, vagy van kormánypárt és van ellenzéki, különböző ellenzéki párt. Így van, ezen dolgozunk, hogy ezek az ellenzéki pártok, ezek az ellenzéki jobb időket váró és akaró helyi emberek, ezek együttműködve egy olyan erőt tudjanak felmutatni, ami valóban ellensúly tud lenni, ami valóban fék tud lenni ennek az önkénynek. Igen ám, csak az a baj, hogy én készültem erre a beszélgetésre, és amióta önt ismerem, azóta figyelemmel kísérem a munkásságát. És az ön munkássága nem összekeverhető a többi ellenzéki párt munkásságával. Ön egy bizonyos ideológiát visz, egy bizonyos világnézetet. Na most azt akarja nekem mondani, hogy aki önre szavaz, az ön világnézetére, az ön tevékenységére, az, hogyha ön megkéri, hogy szavazzanak mondjuk egy olyan pártra, aki nekem nincs a vendéglistámon, mondjuk például a Jobbik bármelyik válfaja, akkor arra fognak szavazni? Vagy hogyha arra kérik azoknak a szavazóit, hogy szavazzanak önre, akkor ez meg fog történni? Tehát az ideológiákat félredobjuk azért, hogy egy nagy ellenzéki egyesülés legyen? Szerintem ez ugye a zsidóknál vannak húsos, meg teljes, a kettőt nem szokták összekeverni. Én azt gondolom, hogy a mai magyar politikai életnek ez az egyik legfontosabb dilemmája, amire ön most rákérdez. Ez a legfontosabb dilemma, hogy egy rövidebb távú cél érdekében mit tudunk feladni mindabból, amit mi hosszú távon gondolunk a világról. Én azt gondolom, hogy vannak olyan ideológiai különbségek egyes pártokkal és egyes politikai szereplőkkel, ami számomra mondjuk nem megkerülhető és nem feladható, de vannak olyan politikai szereplők számos pártban, akikkel azt gondolom, hogy helyben együtt tudok dolgozni, ővele együtt tudok dolgozni, és arra hívom a kerületi lakókat, hogy ezekre az emberekre, akik helyben itt élnek velünk, pozitív dolgokat csinálnak, pozitív dolgokat akarnak, és hajlandók is tudnak együtt működni másokkal, ezért őrájuk szavazzanak, és őbeléjük vessék a bizalmukat, és nem az a lényeg, hogy én képviselő vagyok-e, vagy én polgármester vagyok-e, vagy más képviselő-e, vagy polgármestere, hanem az a lényeg, hogy mit akarunk tenni a kerülettel. Hogy akkor mi nem akarunk lopni, és nem akarjuk az összes lekvárt megenni a kamrából. Akkor nézzük, különös a lekvártól, nem hiszem, hogy a fogorvosok annyira ajánlják a lekvárevést. Off the record. A kérdésem a következő, amikor volt egy flashmobja, amikor a kilátásról, hogy ezért be kell leülni egy kávéházba és fizetni kell érte. Mi lett ennek a vége? Szabad-e ma ingyen vécére menni és panorámát nézni fönt a Halászbástyáról? Vagy fizetni kell érte? Most tél van, úgyhogy pillanatnyilag nem kell érte fizetni. A kerületi rendelet szerint egyébként csak a nyári turista szezonban, tehát tavasztól őszig kell fizetni, és akkor is csak napközben. Ugye a Halászbástya vendéglő, amely kihasználja azt a helyzetet, hogy... Ez természetesen az önvéleménye, önt perelje be ez a fennnevezett cég, nem minket. Beperelhet, ha akar. Én tartom magamat ahhoz, hogy amit tesznek, az nem helyén való. Ők vendéglátásra kapták üzemeltetési joggal azt az önkormányzati tulajdont egyébként. Ha vendéglátó funkciót végeznek, akkor... Tehát azzal például nem lenne bajom, hogyha kiírnák azt, hogy csak fogyasztó vendégeknek. Akkor teljesen világos, aki belül fogyaszt, az oda mehet, nézelődhet, megnézheti. Inne egy kávét és nézelődne. Így van, de nem ez van kiírva, hanem az van kiírva, hogy fejenként ennyiért föl lehet menni, és kapsz érte egy palackos vizet. Ez van kiírva. És ez innentől kezdve belépőjegy.
ez innentől kezdve a belépésért fizetett ehhez emberekkel. Ehhez még nem is kell jogásznak lenni az ember erre rá. Így van, és én azt gondolom, hogy ez hogy is mondjam, csak ugye azt szokták mondani, hogy ez a kreatív értelmezés a jogszabályoknak, szerintem pedig egyszerűen kijátszása a rendszernek. Mit remél a parlamenti, európai parlamenti, az Európai Uniós választásokról? Hogy fog a Párbeszéd szerepelni? Ha jól tudom, akkor megkötötték az együttműködési szerződést a szocialistákkal, tehát együtt indulnak. Milyen esélyük van? Én abban bízom, hogy például Jávor Benedeknek, a Párbeszéd európai parlamenti képviselőjének az egészen fantasztikus munkája az tovább vihető, és hogy a választók értékelni fogják azt, hogy mit tett ő eddig, és az ő csapata eddig, és hogy azt is látni fogják a választók, hogy az, amit ő csinál, az szorosan kapcsolódik a Párbeszédnek, mind az ideológiájához, mind pedig a magyarországi és európai jövőképéhez. Tehát én abban bízom, hogyha már ugye a Párbeszédre kérdezett rá, hogy a Párbeszéd és ezen belül Jávor Benedek képviselőnk folytatni tudja ezt a munkáját, elsősorban ebben bízom. És pontosan azért bízom ebben, mert azt gondolom, hogy ez része lehet egy olyan nagyobb összefüggésrendszernek, amelyben a Fidesz kevesebb képviselőt tud bejuttatni, és ezáltal meggyengülnek az Európai Unió. Vannak olyan közvéleménykutatók, akik azt mondják, hogy amennyiben nem a szocialistákkal együtt indulnának, esélyük nem lenne bejutni és képviselőt küldeni Brüsszelbe. Én ezt nem tudom ilyen módon megítélni. Én azt gondolom, hogy itt nem csak pártokról és közvéleménykutatási százalékokról van szó, hanem arról is van szó, hogy a választók mit látnak, milyen munkát látnak, és hogy kinek a nevét ismerik meg. És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a Párbeszéd nagyon jól áll. Ha összehasonlítjuk, hogy a Párbeszédnek az ismert politikusai hol vannak a magyar közvéleményben, látjuk azt, hogy az ellenzéki legnépszerűbb politikusok sorban a Párbeszéd soraiból kerülnek ki, Karácsony Gergely, Szabó Tíme, a Jávor Benedek, és folytathatnám a sort. Úgyhogy itt nem gondolom, hogy csak pártokra adott százalékokban kell gondolkodni, hanem azt is látni kell, hogy micsoda ismert és nagy nívójú politikusok vannak a Párbeszéd soraiban. Ön egy nagyon aktív helyi politikus az első kerületben, illetve a fővárosban. Az év folyamán helyhatósági választások is lesznek. Indul majd főpolgármesternek is, vagy oda a pártelnököt küldi? Ugye a Párbeszédnek a főpolgármester jelöltje Karácsony Gergely, már el is indult az ajánlásgyűjtés időszaka. Én magam is ajánlottam Karácsony Gergelyt, aláírtam az ajánlásgyűjtő évét. Én azt gondolom, hogy vele évek óta együtt dolgozva, az ő közvetlen munkatársainak egyikeként, én azt gondolom, hogy ő az, aki alkalmas Budapestnek a vezetésére, és én ebben segítem őt. Zuglóban olyan nagy sikereket ért el? Zuglóban szerintem elképesztő sikereket ért el, tehát például a zuglói modell, a zuglói szociális modell, az egy áttörés a fővárosi, vagy akár azt is mondhatnám, a magyar önkormányzati szociális gondolkodásban. Az a innovatív, zöld, közösségi, szociális lakóház, amit most Európai Uniós pályázat nyomán tudnak majd felépíteni Zuglóban, az egy egészen különleges és innovatív megmozdulás itt a fővároson belül, és azt gondolom, hogy mintaként kell szolgálnia többi kerületnek is, illetve az egész fővárosnak is. De vannak azért ott problémák még a 14. kerületben. A problémák azért vannak, hogy megpróbáljuk megoldani őket. Ön hisz abba, hogy a szocialista főpolgármester jelöltet Karácsony le tudja győzni? Én nagyon bízom benne. És ez nem arról szól, hogy a szocialista főpolgármester jelöltet én egyébként akár szakmailag, akár emberileg leminősíteném, hanem arról szól, hogy én Karácsony Gergelyről gondolok nagyon sok pozitívat. Én azt látom, hogy ő egy olyan integratív személyiség, annyira képes különböző embereket egy cél érdekében összehozni, mozgósítani, lelkesíteni, és annyira jó céljai vannak a fővárosnak, hogy ez szerintem támogatást fog kapni, nagyon bízom. Aki Karácsony Gergelyt nagyon jól ismeri, az korábbi pártja, akikből ő kivált, az LMP. Igen. Az LMP nem őt támogatja, hanem egy civil újságírót. Ez nem jelent valamit? Ha valaki ismeri Karácsony Gergelyt, az LMP-sek biztos ismerik. Ugye én is az LMP-ből Karácsony Gergellyel együtt jöttem el annak idején. Tehát, hogyha... Csak engedtem, hogy ezt coming out-oljon és megerősítse, hogy ott kezdtem a pályafutását. Én azt gondolom egyébként, hogy
hogy az LMP az egy elképesztően nagy lehetőség volt 2010-ben, és a mai napig úgy gondolom, hogy az a csapat, akikkel ott létrehoztuk adak idején a Budapest programot, akikkel megnyertük azt a 7,5%-ot 2010-ben, tehát az a csapat az egy rendkívül zseniális, fantasztikus csapat volt, és forradalmi időket éltünk. Ugyanakkor az sem véletlen, hogy ennek a csapatnak így igen jelentős része annak idején eljött az LMP-ből Karácsony Gergellyel együtt és velem együtt. Én azt gondolom, hogy most a Párbeszéd képviseli azt a szellemiséget, azt a szellemi holdudvart, és mindazt, amit annak idején mi az LMP-be bevittünk. De nagyságát ítélve nem összehasonlítható a két párt. Próbáljon meg arra gondolni, hogy a szocialisták nélkül. De én nem erre gondolok, hogy a szocialisták nélkül, hanem én arra gondolok, hogy milyen munkát végzünk. Én arra gondolok, hogy egy milyen szellemi műhelyben dolgozunk. Én arra gondolok, hogy milyen emberekkel vagyok nap mint nap kapcsolatban, és milyen jövőképet akarunk fölépíteni. Én azt gondolom, hogy az LMP járja a maga útját. Még mai napig vannak ott olyan emberek, akikkel nagyon szívesen dolgozom együtt, és nagyon szívesen beszélgetek. Tesznek de az LMP másfele megy, mint őket? Mi. Tessék? Tesz azért, hogy elcsábítsa őket? Nem teszek ilyet. Én azt gondolom, hogy az LMP-s társaim is felnőtt emberek, és látják azt, hogy hol vannak az értékek, tudnak dönteni, hogy tovább akarunk. Tehát ön már akár el is hiszi, hogy Karácsony Gergely lenne Tarlós István főpolgár kihívója, és talán a főpolgármester? Én ebben nagyon bízom, igen. Milyen szerepet szeretne ön betölteni akkor majd ebbe az új városházán? Én elsőkereti polgármesterként szeretnék elsősorban részt venni a fővárosi közgyűlés életében a jövőben. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Váradiné Naszályi Márta, a Párbeszéd főváros és első kerületi képviselője volt stúdiónk vendége, akiről azt hittem, hogy a várba lakik, mert ott szokott a legtöbb flashmobja lenni, télben, nyárban, hidegben és napsütésben. Próbálja rendesen mindig fölöltözni, mert mindig az az érzem, amikor hidegbe látom ott flashmobozni, hogy egyszer tüdőgyulladás lett, és a családjának is szüksége van önre, meg a 10 parancsolatban is az van, hogy próbáljunk vigyázni magunkra, értelmezés kérdése. Sok sikert kívánunk, és sűrűbben jöjjön hozzánk. Most előzetesek, és utána közkívánatra megismétlünk egy beszélgetést dr. Marsai Viktorral, nagyon sokan lemaradtak róla, és tulajdonképpen ebből a beszélgetésből kitűnik, hogy a migráció, ami napjainkban történik, az mind semmi ahhoz képest, ami a fekete, azaz az afrikai kontinensből majd ránk várhat, amennyiben a problémákat nem fognak összefogni, és nem fogják megoldani. Tartsanak velünk! Thank you.